Köszöntöm nézőinket! A 8. évfolyamosoknak tartottak az elmúlt csütörtökön természettudományos tudásbajnokságot. A Várkerti Általános Iskola és tagiskolái számára rendezett versenyen 5-4 fős csapat mérte össze tudását fizikából, kémiából, matematikából, földrajzból és biológiából. Idén a Várkerti Általános Iskola 8. A osztályának tanulói teljesítették leggyorsabban a feladatokat, így ők érdemelték ki a 2023-as tudásbajnokai címet. A természettudományos tudásbajnokság ötlete több mint 7 évvel ezelőtt merült fel a Várkerti Általános Iskola Inotai tagiskolájának pedagógusában, Szalai Katalinban. Azóta rendszeresen hívják és várják a térség 8. osztályos tanulóit egy gyakorlatközpontú versenyre. Volt egy pápai református gimnázium által meghirdetett verseny, ami úgy lett meghirdetve, hogy természettudományos csapatverseny. Ezzel nagyon felbuzdultunk, mert hogy ilyen még nem volt, úgyhogy így hiányérzetet pótolt. Elmentünk rá, és úgy nézett ki a csapatverseny, hogy minden diákot betereltek a díszterembe, megírtak egy dolgozatlapot, és mindenkinek a legjobb pontszáma került be, így lett belőle csapatverseny. Tehát magyarul lementünk megírni pápára egy dolgozatot, ami eléggé unalmas volt. Úgyhogy hazafele nagy felbuzdulásomban kitaláltam, hogy ez nem erről kell, hogy szóljon a természettudomány, mert hogy ezek gyakorlati tantárgyak, igaz, hogy kell az elméleti tudás, de mindenképpen át kell ültetni a gyakorlatba. Úgyhogy olyan feladatokat próbáltunk meg ma itt a kolléganőkkel összeszedni, és a kollégával, amik az elméleti tudást gyakorlatba átültetve kell, hogy megoldjanak problémákat a gyerekek. 10 darab feladat lesz, 2 fizika, 2 kémia, 2 biológia, 2 földrajz és 2 matek, és hát mindenféle eszközöket kell majd felhasználniuk ahhoz, hogy aztán túljussanak a 10 feladaton. A verseny ismeret anyaga az általános iskola 8. osztály első fél évig elsajátított matematika, fizika, földrajz, biológia és kémia tananyagából állt össze, a tudáspróba célja pedig a tananyag gyakorlati alkalmazása volt. Szalai Katalin szerint gyakorlat nélkül nehéz a fiatalokkal megkedveltetni a természettudományos tárgyakat. A magyar oktatásban inkább az elméleti tudás az, ami mérlegre kerül, és nem a gyakorlat, és hát pont ezért, tehát ez a sok tanulás, sok szám, sok képlet, de nem látjuk az értelmét, nem látjuk, hogy ezt miért kell nekünk tudni, ez azért eléggé elriasztja a gyerekeket. Úgyhogy ilyenekkel próbáljuk meg egy kicsit színesebbé tenni az órákat is, meg hát nyilván pluszba is kell azért valamit adni nekik, hogy meg elültessük a szeretetet, meg tovább tudják adni a többieknek is. Ez a 8. osztályos fiú szívesen indult a tudásbajnokságon, hiszen a későbbiekben majd asztrofizikával szeretne foglalkozni. A fizika a kedvenc tantárgyam, azért mert nagyon szeretem a tanáromat, Keti nénit ugye, meg hát szerintem elég vonzó dolgok vannak magában az egész fizikában. A tudásbajnokságon a természettudományos tantárgyakból véletlenszerű sorrendben 2-2 feladatot kaptak a diákok. A verseny során minden csapatnak lehetősége volt egy alkalommal feladatcserére, ha esetleg elakadtak valamelyik feladványon.